Hétvégén újra kinyit a budai úti fürdő. Az elmúlt napokban nagy takarítást végeztek a medencetérben, és karbantartási feladatok is voltak. Hogy hogyan igyekeznek folyamatosan fejleszteni a létesítményt, arról is beszámolunk mai híradónkban, de előtte nézzük további híreinket röviden. A legtöbb háztartásban már megérkezett a helyi adókról szóló értesítő és csekk. Folytatódott Somos Gyula előadás sorozata az igen megjelenő szarvasokról beszélt. Az ember és a természet a Gerje mentén előadás a természetvédelmi baráti körben. A Ceglédi Városi Televízió csütörtöki híradóját látják, jó estét kívánok! A legtöbb háztartásban már megérkezett a helyi adókról szóló értesítő és csekk. A magánszemélyek a postaládájukban kereshetik ezt, az egyéni vállalkozásoknak, a vállalkozásoknak, valamint egyes magán és jogi személyeknek pedig az elektronikus tárhelyre érkezik az értesítés. A helyi adók pótlékmentesen március 18-áig fizethetők be. Érkezik, sőt a legtöbb ügyfélhez már meg is érkezett a helyi adókról szóló értesítés, és amennyiben magánszeméről van szó, a csekk is. A vállalkozások jogi személyek pedig most is az elektronikus tárhelyükön találják meg ezt. Akik elektronikus tárhelyre kapják az értesítést, az adófizetést utalással, valamint bankkártyás fizetéssel is teljesíthetik. Magánszemélyek pedig vagy befizetik postán hagyományos módon a csekket, vagy használhatják az azon lévő QR kódot is. A helyi adók pótlékmentesen március 18-áig fizethetők be. Az értesítőkkel és a befizetésekkel kapcsolatos további információkról az adóirodánál érdeklődhetnek személyesen, vagy telefonon ügyfélfogadási időben. Hétvégén újra kinyit a budai úti fürdő. Az elmúlt napokban nagy takarítást végeztek a medencetérben, és karbantartási feladatok is voltak. Szombaton már számos meglepetéssel is készülnek a vendégeknek. Az önkormányzat célja, hogy minél többen vegyék igénybe a szolgáltatásokat, és időről időre térjenek vissza a fürdőbe. A létesítményt folyamatosan fejlesztik, egy sikeres pályázatnak köszönhetően például az összes nyílászárót kicserélték, napelemeket szereltek fel, és a gépészeti részleg is megújul. Ma délután még szorgosan dolgozó munkatársakat lehetett látni a termálfürdő medence terében. A tavaszi karbantartás másfél hete kezdődött, és hamarosan véget is ér. A falfelületek festése, a burkolatok javítása, a szokásos tavaszi nagytakarítás történt meg, valamint ugye a szaunák karbantartása, a medencék tisztítása, a szűrők tisztítása, valamint ugye a szokásos fertőtlenítés. A gépészeti részlegünk is ugyanúgy, mint a fürdő terünk, a medence terünk, egy teljes átvizsgáláson esik ilyenkor át. Ilyenkor felmérjük, hogy milyen javításokra van szükség, amiket ugye csak leállásban lehet eszközölni, és akkor azok is megtörténtek. Szombaton reggel 9-től újra megnyitják az ajtót a vendégek előtt. Ez is meglepetés lesz. A téli bejáratnál ugyanis kicserélték a nyílászárót, ezentúl fotocellás ajtó fogadja a gyógyulni és kikapcsolódni vágyókat. A fürdő dolgozói mindent megtettek, hogy a vendégeknek ne sokáig kelljen nélkülözniük a vizes élményeket. Most szeretném megragadni az alkalmat így a televízióban is, hogy megköszönjem a kollégáimnak ezt az elmúlt másfél hétnek a komoly erőfeszítést igénylő munkájukat, hiszen tényleg a csapat egy emberként takarított, építkezett, sittet hordott és minden, ami szükséges volt, tehát nagyon szépen köszönöm nekik. A ceglédi termálfürdő népszerű, egyre többen keresik fel és térnek vissza. A fiatal családok épp úgy szeretnek ide járni, mint az idősebb korosztály. A létesítmény vezetése az önkormányzattal együtt folyamatosan az újabb és újabb fejlesztésen dolgozik. Legutóbb energetikai korszerűsítést végeztek. A város mintegy 250 milliót nyert a munkákra. Ebből kicserélték az összes, mintegy 120 nyílászárót, és egyéb fontos fejlesztéseket is sikerül megvalósítani. Hamarosan minden feladatot elvégeznek. Egy nagyon előre haladott szinten vagyunk, tehát a végéhez közeledik már a beruházás. Ugye a nyílászárók cserék jelentős része megtörtént már a tavaly őszi karbantartásunkban, jelenleg a homlokzati hőszigetelésünk, annak a színezése történik, valamint ugye az elmúlt másfél hétben megtörtént a kazántelepek cseréje. Kitakarították a régi kazántelepeinket, üzembe álltak a megújult kazánok, valamint a héten megtörtént a napelem élesre kötése is, tehát most már termel a tetőn lévő napelemünk. A vendégek szombattól még csak a fürdő belső területét vehetik birtokba, de hamarosan beindul a nyári szezon, és a külső területen is lehet fürdőzni.
Szűcs Ádám elmondta, sikerül rendbe tenni a tavalyi viharkárban megsérült vízgépészetet az úszómedencénél, így azt is újra lehet majd használni, és az elmúlt 2 évben épített 2 új külső termálmedence is várja a kikapcsolódni vágyókat. Újra változásokra kell számítani a rendelőintézet szakrendeléseiben. Lesz, ahol elmarad a rendelés, és lesz, ahol helyettesítő orvos várja a betegeket. Rövid híreink következnek. Szabadság, illetve továbbképzés miatt több szakrendelésnél is változásra kell számítani a napokban. A rendelőintézet ideggyógyászati szakrendelésén március 25-én és 28-án helyettesítés lesz. 21-én a szakrendelés szünetel. A pszichiátriai szakrendelés március 8-án és 22-én szünetel. A sebészeti szakrendelés pedig március 12 és 18 között szünetel. Ez utóbbi esetében helyettesítés 14-én lesz, 8 és 12 óra között. Újabb 15 milliárd forintos szakaszra pályázhatnak a vállalkozások munkahelyi képzéseik megvalósításához. Az uniós forrásokból megvalósuló projekt célja, hogy a vállalatoknak nyújtott feltételesen visszatérítendő támogatásokon keresztül segítse munkavállalóik képzését, ezzel hozzájárulva a vállalkozások termelékenységének javításához és a munkavállalók kompetenciáinak fejlesztéséhez. A GINOP Plus program munkahelyi képzésekre fordítható 70 milliárd forintos pályázatának keretében a munkáltatók többek között szakmai ismeretekre irányuló képzésekhez, valamint IKT és nyelvi képzésekhez kaphatnak támogatást. A megnövekedett költési kedv ellenére hozzávetőlegesen 5 milliárd forintnyi alvópénz ragadt benn a kártya tulajdonosoknál, adta hírül a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kártyákon lévő források felhasználása, továbbá a gazdaság támogatása érdekében a kormány felkéri a szép kártya szolgáltatókat. Értesítsék azon ügyfeleiket, akiknek legalább 50 ezer forintnyi 2022. október 15-e előtt jóváírt juttatás áll rendelkezésre számláján. A lapok csillag szarvasától az amerikai kontinens szarvasain át vissza Európába. Ezzel a címmel tartott előadással folytatódott az a sorozat, amelyet Somos Gyula indított a Városi Könyvtárban. A 6 részes sorozat fél időhöz ért, a 3. előadásban főként az égen megjelenő szarvasokról beszélt a művész. A szarvas nyomai égen és földön. Ezzel a címmel indult művészettörténeti előadás sorozat még január elején a Városi Könyvtárban. Térben és időben kalauzolja el a hallgatóságot Somos Gyula képzőművész az előadás sorozatban. A Ruth Wackels Akadémia tanára régóta foglalkozik szimbolikával, ikonográfiával, a képek jelentésével. Ezúttal a szarvas szimbolikáját helyezi előtérbe előadásai során. Eddig a föld volt a középpontban. A mostani alkalommal pedig az égen fogjuk folytatni leginkább ezt a kutatást, méghozzá az égen fellelhető, mindenütt nyomon követhető szarvast, szarvas ábrázolásokat fogja bemutatni nekünk a mai alkalommal. De hogy hogyan került az égre a szarvas? Hát úgy, hogy a csillagokban szarvast véltek felfedezni minden égtájban, tehát Amerikában, Ázsiában, Európában. Igen, de azért látták a szarvast, mert a szarvas fontos volt számukra, tehát a csillagok együttesében könnyen fedezték fel a szarvast, és nem valami mást. Természetesen az előadás sorozatban arról is hallhatnak az érdeklődők. Miért is lett ilyen fontos a szarvas? A szarvas az tulajdonképpen még megelőzi a lovat. A szarvast hamarabb háziasították tulajdonképpen a lovat, és hamarabb ülték meg. És a ló az örökölte a szarvas szimbolikáját. A szarvas egyébként a holtak lelkét vezeti a túlvilágra. De miért? Nyilván miért? Tehát azért, mert a szarvas az agancsán keresztül, meg azzal, hogy leveti, és minden évre újra növeszti egy ággal többel, ezzel tulajdonképpen az újjászületés és az életnek a szimbóluma, és a szarvas agancsa az a világfa. A világfa pedig felfelé tör a csillagos égre. Nem véletlenül látták a szarvast a csillagok között az égen. Persze nem csak a szarvast, sok más állatot is, de nagyon sok kultúrában a szarvast hamarabb fedezték fel a csillagokban, mint például a Pegazust.
De mégis hogyan lehet más egy Dél-Amerikában látott égi szarvas, mint egy európai? Más kultúráról van szó, tehát ők felnéznek a csillagos égre, és a csillagok együtteséből látnak valamit. Nem mindig ugyanazok voltak a csillagképek mindenütt. Tehát az általunk ismert csillagképek azok tulajdonképpen a görög-római eredetre mennek vissza, ami persze némiképp visszamegy más, vagy kapcsolata lehet korábbi csillagképekkel is, és többnyire van is valamennyire, de nem nincs azokkal teljes átfedésben. Tehát úgy lassan kialakultak azok a csillagképek, amiket mi ismerünk, de ezek nem mindig voltak ilyenek. Az előadás sorozat természetesen folytatódik, hiszen három rész még hátra van. Az ember és a természet a Gerje mentén. Erről szólt a Gerjementi Természetvédelmi Baráti Kör tegnapi programja. A klub maga már jó ideje megalakult, igyekeznek csupa olyan programot szervezni, amivel óvni, védeni tudják a természetet, és persze szeretnék még jobban megismerni is azt. Újra találkozóra programra hívta tagjait és persze az érdeklődőket a Gerjementi Természetvédelmi Baráti Kör. Nem most alakultak, sok program van már mögöttük, de folyamatosan szeretnének olyan előadásokat, találkozásokat szervezni, amely ugyanazt a célt szolgálja. Védeni, óvni a természetet és minél többet megtudni róla. Az embereknek van egy nagyon nagy vágya arra, hogy a környezetét szépítse, jobbítsa és élvezze annak az előnyeit. És egy nagyon klassz kis közösség alakul, és első lépésben szeretnénk megismerni még jobban a Gerjét, a történelmét, a jelenét, a múltját, a jövőjét meg reméljük, hogy tudjuk egy kicsit alakítani, és ez lesz a kiinduló pont. Ezért is hívták vendégségbe Mala Enikőt és Gyura Sándort. A Kossuth Múzeum két munkatársa 2 éve nyáron a múzeumok éjszakáján tartott előadást a Gerje mentéről. Nagyon jó visszajelzéseket kaptak erről, és most újra arra kérték őket, beszéljenek erről a témáról. Inkább a természeti szépségeket szeretném bemutatni, mert amatőr fotósként járom ezt a környéket. Régebben, amikor nem fotóztam, akkor alföldi lévén én is inkább a hegyek felé vágyakoztam. Aztán ez a fotózás jött, mint hobbi, és kézenfekvő volt a Cegléd környékének a bejárása, mert hát munka után is kellett ugorni néhány órára fotózni, és hát olyan szépségekben volt részem, ami azt mondom, hogy a bármilyen gyertyafényes vacsoránál romantikusabb tud lenni. Kimondottan olyan információkat szeretnénk megosztani a hallgatósággal, ami a Gerjéhez, mint vízhez kapcsolódik. Egészen pontosan, hogy milyen haszonvételeket húztak itt az emberek a Gerjéből, annak szabályozása előtt, hiszen hát biztos, hogy sokan tudják, talán vannak, akik nem, hogy ez a Gerje-Perje csatorna rendszer, ez nem volt valaha egy egységes vízfolyás, hanem a 20. század végére szabályozták. Azelőtt sok kisebb vízfolyás volt a ceglédi határban is, és a Gerje mentén más vidékeken is, és ezek részben folyóvizek, részben állóvizek, mocsaras területek, és bizony ebben az emberek hasznot húztak, mivel változatosabb volt az élővilág is akkoriban. Gyura Sándor elmondta szerencsére ezt a témát, mert többen is feldolgozták. Dr. Surányi Dezső és dr. Kürti György is jó ismerője a Gerje mentének. Valamint a régi térképek is nagy segítséget nyújtanak a kutatóknak, előadóknak. Most ezzel az előadással várta tehát tagjait és az érdeklődőket a Gerje menti természetvédelmi baráti kör. A klubban nagy szeretettel várnak mindenkit. A közösségi oldalakon megtalálhatják őket és értesülhetnek programjaikról is. Tartsanak velünk a híradó után is, hiszen kezdődik a háttér, melyben dr. Leitner József csemői gyűjteményében barangolunk egy kicsit. Friss hírekkel pedig holnap is várjuk Önöket, addig is további szép estét, jó pihenést, viszontlátásra!